Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jön egy kis update információ a TNA-ról, jön egy kis jó hír a TNA-ról. Nos, a srácok, úgy döntöttük, hogy megalakítjuk Battlefield 4-en belül, megalakítunk egy második platoont is, szóval most már van a Necro Army 2. Minden linket megtaláltok a leírásban, tehát a videó alatt rákatintotok arra, hogy több, vagy mi a fenét ír ott, és akkor ott lesz minden link, minden fajta TNA-hoz. Szóval, aki szeretne csatlakozni ugye a Battlefield 4-es TNA-ba, most már újra van hely, mert megvan a második platoon, ugyanolyan funkciónkkal ellátva, mint az első, szóval nem az, hogy az egyik az első és a második nem, tehát TNA Battlefield-en belül két platoon van. Tekintve a népszerűségre, sokan jelölitek be, és látom, hogy sokan álltok sorba, egy kicsit szerettem volna, tudjátok, megőrizni az exkluzivitást a TNA-nak, de mivel, hogy látom, hogy annyian jelölitek be, ezért úgy döntöttünk, hogy megalapítjuk ezt a második platoont, úgyhogy aki bejelölte az első platoont és férőhely hiánya nem került be, nyugodtan jelölje be a Battlefield 4-es második platoont, és akkor oda még simán van hely, mivel vagy még csak most alakult meg, úgyhogy srácok, hajrá, csatlakozzatok ahhoz a platoonhoz, ez is nagyon-nagyon-nagyon-nagyon örülök, és örülünk, hogy bejelöltük minket, hogy megtiszteltek minket azzal, hogy hozzánk csatlakoztok. Battlefield Hardline Platoonba is van még hely, lehet csatlakozni. Tudom, hogy ez a játék annyira nem népszerű, de aki úgy érzi, hogy magányos és keres egy helyet Battlefield Hardline-ba, vagy haverokat, vagy bármit, akkor csatlakozhat a Battlefield Hardline Platoonhoz. A másik dolog, hogy használjátok a TS nyugodtan, az IP-t megtaláljátok a platoonnak a leírásába, a videóimnak a leírásába. Meg lehet, hogy mit tudom én, fél évente egyszer lecserülődik az IP, de azonnal frissítésre kerül a platoonon belül, a videók leírásában, mindenhol. Tehát, hogyha szeretnétek egy IP címet, ott van, lehet használni, természetesen azért lehetőleg csak TNA tagoknak. Nos, miről szerettem volna még beszélni? Ja igen, tehát van egy csomó TNA, van Xbox, PS4, Steamen nincs korlátozás, lehet csatlakozni a TNA Steamhez is, az a link leírásban. GTA 5 TNA, az is lehet csatlakozni, és lehet együtt játszani. Nagyon-nagyon kiterjeszkedtünk, és ez egy nagyon jó dolog. Ja, amúgy Warframe-ben is ugye lehet még csatlakozni, van még hely a klánban. Jelöljetek be engem, vagy jelöljetek be a klánt. Warframe-en belül föl lesztek véve. Nagyon jól kiterjeszkedtünk, nagyon-nagyon sokan lettünk már, és biztatok mindenkit, aki tagja a mi kis közösségüknek, hogy rakja oda a TNA-t a neve elé, ha nem bánja, és hát mutassuk meg, hogy mennyien vagyunk, hogy jók vagyunk, mert nagyon-nagyon nagyra kinőttük, nem is gondoltam volna, hogy ennyire jó dolog lesz ez, meg hogy ennyire sokan leszünk, úgyhogy a másik dolog, amit egyszer mondtam ott a régi videóban, az üzenet TNA-nak című videóban, hogy tartsuk meg egy a fajta gamer etikát, hogy ne úgy terjedjen el a hírünk, hogy mi vagyunk itt a nem tudom, rosszabb játékosok, nem, a rossz alatt nem azt értem, hogy rosszul játszunk, mert az elég impresszív eredményeink vannak, azt kell, hogy mondjam. Szóval, srácok, ez egy ilyen rövid update videó lett volna. Lehet csatlakozni BF4 2 TNA-ba, tekintve a népszerűségét megalkottuk, lehet jönni, van hely egyelőre, még legalább 194 hely van egyelőre, legalábbis mikor ez a videó fönt van, még annyi. Csatlakozzatok, és játszunk együtt, használjátok a TS nyugodtan. Addig is a következő videóig, sziasztok!